Hello, sziasztok, és fantasztikusan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám vasárnapi napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Balatonfüred környékéről, a Sárga Sáv túraútvonalról. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok Balatonfüred környékén, a Sárga Sáv túraútvonalon, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, sértelmetlen, gagyi videó lesz, tőlem Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, sértelmetlen, gagyi videóban, amit konkrétan itt rögzítek, Balatonfüred környékén, a Sárga Sáv túraútvonalon, és akkor én a továbbiakban arrafelé fogom folytatni az én kis túrámat, tehát arrafelé fogok haladni a továbbiakban, de még mielőtt tovább haladnánk arrafelé, megmutatom néktek konkrétan azt, hogy én az ezt megelőző videómban melyik irányból is érkeztem, így hát fordulok is egy 180 fokot, ahogy látható ezen a felvételen, tehát fordulok is szépen egy 180 fokot, és én konkrétan az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem, tehát abból az irányból érkeztem, arrafelé van Balatonfüred, illetve Hidegkút, tehát Hidegkút, Balatonfüred az konkrétan arrafelé van, és én ugye abból az irányból érkeztem az ezt megelőző videómban, így hát a továbbiakban nem arra felé fogok haladni, hanem szépen fordulok egy újabb 180 fokot, és folytatom tovább az én kis túrámat itt Balatonfüred környékén, a Sárga Sáv túraútvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor én a továbbiakban arra felé folytatom az én kis túrámat, tartsatok velem. És akkor, ahogy láthassátok ezen a felvételen, én már folytatom is tovább az én kis túrámat. Konkrétan azt a túrámat folytatom tovább, amit én ugye az ezt megelőző videóimban kezdtem el. De ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! És akkor szépen haladok tovább itt a Sárga Sáv túraútvonalon, és hamarosan ez a Sárga Sáv túraútvonal a végéhez fog érni, mert tényleg hamarosan a végéhez fog érni ez a Sárga Sáv túraútvonal, hiszen konkrétan ennek a Sárga Sáv túraútvonalnak a Noszlopi Gáspár kilátónál van a végpontja, tehát ott fog véget érni ez a bizonyos Sárga Sáv túraútvonal, tehát a Noszlopi Gáspár kilátónál lesz a vége ennek a Sárga Sáv túraútvonalnak, ami itt van már egy pár méterre tőlem, mert tényleg már csak egy pár méterre van tőlem a Noszlopi Gáspár kilátó, ahol tulajdonképpen ez a Sárga Sáv túraútvonala végéhez fog érni, de ahol véget ér a Sárga Sáv túraútvonal, ott kezdődik a Piros Sáv túraútvonal, és szépen a Piros Sáv túraútvonalon fogok haladni majd a továbbiakban, egészen vissza Balatonfüredig, tehát mindenképp Balatonfüredig fogok visszasétálni, méghozzá a Piros Sáv túraútvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor mindjárt meg is mutatom a Sárga Sáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzését, illetve itt halad a Zöld Sáv túraútvonal is, tehát maga a Zöld Sáv túraútvonal is konkrétan itt halad. És akkor, ahogy mondottam, ugye meg is mutatom a Sárga Sáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzését. Íme, itt látható a Sárga Sáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, és ugyanakkor itt látható a Zöld Sáv túraútvonalnak is a jelzése. Erről a Sárga Sáv túraútvonalról
konkrétan azt kell tudni, hogy ez elindul Balatonfüredről, a hajóállomásról, és a Noszlopi-Gáspár kilátónál van a vége ennek a sárga sáv túraútvonalnak, míg ez a zöld sáv túraútvonal ugye Balatonfüredről indul ki a vasútállomásról, és tart egészen Aszófőig, de közben érinti Hidegkút és Balatonszőlős településeket is, ez a bizonyos zöld sáv túraútvonal, aminek szintén itt látható a teljesen egyértelmű jelzése. És akkor haladok tovább itt a sárga sáv túraútvonalon, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor haladok tovább a sárgán, méghozzá arra felé, tehát erre felé, és valójában itt fog véget érni a sárga sáv túraútvonal, tehát itt ér véget a sárga sáv túraútvonal, ezen a helyszínen van a vége neki. Amúgy itt van a fák mögött már a Noszlopi-Gáspár kilátó, mert tényleg itt van a fák mögött, konkrétan maga a Noszlopi-Gáspár kilátó, mert tényleg itt van a fák mögött, amit így mindjárt meg is mutatok néktek. És akkor itt van egy ilyen jó pofa kis pihenőhely itt kialakítva. Láthassátok, hogy vannak itt asztalok és padok, kijelölt tűzrakóhely is van, ahogy látható ezen a felvételen. És itt ér véget tulajdonképpen a sárga sáv túraútvonal. És itt kezdődik a piros sáv. És akkor itt van maga a Noszlopi-Gáspár kilátó. Hát íme, ott látható maga a Noszlopi-Gáspár kilátó, hogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát az ott a Noszlopi-Gáspár kilátó, ami ott látható a képernyőn. Tehát ez itt maga a Noszlopi-Gáspár kilátó, és ez pedig itt ugye a Recsek-hegy, mert ugye a Recsek-hegy tetején található ez a Noszlopi-Gáspár kilátó, amit most is láttok éppen ezen a felvételen. Láthassátok, hogy ez a kilátó fából készült, mint általában minden kilátó. Tehát ez is fából készült, mint általában a legtöbb kilátó. Ám bár mondjuk a Cserehegyi kilátó, ami ugye Balatonalmádi fölött van, illetve Alsóörs fölött van, az ugye kőből készült kilátó, de ez viszont fából készült ez a kilátó is, mint a legtöbb kilátó természetesen. És ez nem más, mint a Noszlopi-Gáspár kilátó, ami itt található a Recsek-hegy tetején. Recsek-hegy amúgy hivatalosan ugye Hidegkúthoz tartozik, tehát ez itt Hidegkútnak a önkormányzati területe úgymond, tehát ez Hidegkúthoz tartozik ez a terület, ahol most is éppen tartózkodom, és ez nem más itt szemben, mint a Noszlopi-Gáspár kilátó, ahogy láthassátok ezen a felvételen. És tulajdonképpen itt ér véget a sárga sáv túraútvonal, és itt kezdődik a piros sáv túraútvonal, amelyeken én a továbbiakban fogok haladni, mert ugyanis innentől kezdve majd már a piros sáv túraútvonalon fogok haladni egészen Balatonfüredig. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És ez pedig itt a Noszlopi-Gáspár kilátó, ami itt látható ezen a felvételen. És akkor én folytatom is tovább az én kis túrámat. Most már majd a piros sáv túraútvonalon fogok haladni a továbbiakban. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. És ez pedig itt a Noszlopi-Gáspár kilátó. És akkor haladok tovább. Hát folytatom tovább az én kis túrámat. Méghozzá arra felé fogok haladni a továbbiakban, és itt kezdődik konkrétan a piros sáv túraútvonal. Tehát ezen a helyen kezdődik a piros sáv túraútvonal, és így néz ki a Noszlopi-Gáspár kilátónak a közvetlen környezete. Láthassátok, hogy vannak itt asztalok, illetve padok is, sőt, még kijelölt tűzrakóhely is van, ahogy látható ezen a felvételen, és ott pedig egy újabb asztal és két pad, tehát ott újabb asztal és két pad látható, ugye itt összesen négy pad látható a kijelölt tűzrakóhely körül, illetve ott van még egy asztal és még plusz két pad. És ez itt maga a Noszlopi-Gáspár kilátó, ami itt van
mögöttem, amire még egy utolsó pillantást vetünk is. Tehát még egy utolsó pillantást veszünk erre a non-stop Gáspár kilátóra. Íme ez itt a non-stop Gáspár kilátó, ami itt található a Recsekhegy tetején. És akkor én haladok is tovább, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor haladok tovább, innentől kezdve majd a piros sáv túra útvonalon fogok haladni, méghozzá arrafelé. És akkor én már folytatom is tovább az én kis túrámat, és akkor innentől kezdve már a piros sáv túra útvonalon haladok, tehát ez innentől kezdve már a piros sáv túra útvonal, hiszen a sárga sáv túra útvonalnak a non-stop Gáspár kilátónál lett a vége, és ahol vége lett a sárga sáv túra útvonalnak, ott kezdődött el a piros sáv túra útvonal. És most jelen esetben már a piros sáv túra útvonalon haladok Balatonfüred irányába. És akkor itt jön egy jókora meredek lejtő. Láthassátok, hogy milyen meredek lejtő jön itt lefelé. Hát én ezt már több alkalommal is megmásztam, ezt az emelkedőt. Mert tényleg már több alkalommal is megmásztam. Hiszen már, ahogy mondottam, ugye nem először járok itten. Mert tényleg nem ez az első alkalom, hogy én itt járok. De ahogy őszinte legyek, lefelé még rosszabb ereszkedni, mint ha főfelé másznánk. Maradjunk ennyiben. Főleg most, hogy a fagy kiengedett, és ezáltal ugye csúszik is, mert tényleg csúszik ezáltal, hogy kiengedett a fagy, és akkor így szép apró léptekkel mászok lefelé innen a Recsekhegyről, mert ugye ez itt a Recsekhegy, amiről mászok lefelé, határozott apró léptekkel, mert tényleg határozott apró léptekkel haladok lefelé, nem szeretnénk itt hanyat vágódni, ez nem volna kellemes, ha itt hanyat vágódnánk. És akkor haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor szépen fokozatosan ereszkedek lefelé, innen a Recsekhegyről. Amúgy, ha nem volnának itt a fák, nagyon szép innen a kilátás, ha a fák nem takarnák. Akkor szépen haladok tovább, hát folytatom tovább a én kis túrámat tulajdonképpen. És akkor, ahogy mondottam, ugye innentől kezdve már a piros sáv túra útvonalon haladok, aminek itt is van a jelzése. Tehát itt látható a piros sáv túra útvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése. Láthassátok, hogy itt van a piros sáv túra útvonalnak a tök egyértelmű jelzése. És akkor innentől kezdve már a piros sáv túra útvonalon fogok haladni, egészen Balatonfüredig. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor haladok is tovább itt a piros sávon, tartsatok velem. És akkor folytatom tovább a én kis túrámat. Tehát haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Között kitekintünk ide oldalra, mert nagyon jól néz ki ez a rész itten. Mert tényleg baromi jól néz ki ez a rész itt, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor egy kis visszatekintés, tehát tekintsünk egy kicsit vissza. Ugye ott van fönt a non-stop Gáspár kilátó, tehát az konkrétan ott van fönt. Tehát ott van fönt a non-stop Gáspár kilátó, amit az előzőjekben megmutattam néktek, tehát az ott van fönt. És így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen, íme. Tehát így néz ki a környezet, ahogy láthassátok ezen a felvételen. És akkor haladok tovább arra lefelé. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. És akkor folytatom tovább a én kis túrámat. Most már ugye rátértem a piros sáv túra útvonalra. Tehát ugye innentől kezdve már a piros sáv túra útvonalon fogok haladni. Egészen amíg vissza nem érek Balatonfüredre, ugye végül vissza fogok sétálni Balatonfüredre, mert tényleg vissza fogok sétálni Balatonfüredre konkrétan,
hisz ugye a mai kis túrámat ugye Balatonfüredről indítottam, az újtelepi templomromtól. Igaz, elég késő álltam neki ennek a túrának, mert tényleg baromi késő álltam neki ennek a mai kis túrámnak, ami valójából már nem is olyan kis túra. És akkor itt haladok tovább a piroson, szerintem egészen a Koloska völgyig, tehát több mint az, hogy a Koloska völgyig fogok elsétálni. És akkor itt van egy újabb erdei útelágazás, arrafelé is vissza tudnánk sétálni, akár Balatonfüredre is, tehát arrafelé is vissza tudnánk sétálni Balatonfüredre. És akkor mutatom, hogy én honnan jövök. Én konkrétan ugye abból az irányból jövök, arrafelé van hidegkút, tehát abban az irányban van hidegkút, én abból az irányból jövök, és arrafelé van a Noszlopi Gáspár kilátó is, tehát az is arrafelé van, maga a Noszlopi Gáspár kilátó az arrafelé van, én abból az irányból jövök. És így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen, és ez az út több mint valószínű, hogy hidegkútra vezet, ez az út, ami itt látható, tehát ez több mint valószínű, hogy hidegkútra vezet. És akkor haladok tovább itt a piros sáv túra útvonalon, méghozzá arra visszafelé, Balatonfüred irányába. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor haladok tovább itt a piros sávon, tehát haladok tovább itt a piros sáv túra útvonalon, mert folytatom tovább a én kis túrámat tulajdonképpen. És ugye, ahogy mondottam az előzőjekben, most már a piros sáv túra útvonalon haladok, hiszen a sárga sáv túra útvonal a Noszlopi Gáspár kilátónál véget ért, mert ugye a sárga sáv túra útvonal a Noszlopi Gáspár kilátónál ért véget, és ugye ahol véget ért a sárga sáv túra útvonal, ott kezdődött el ez a bizonyos piros sáv túra útvonal, amin most éppen túrázok, illetve sétálok. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor szépen ereszkedünk lefelé a Recsekhegyről, mert tényleg a Recsekhegyről ereszkedek lefelé, egészen leereszkedek a Koloska völgyig, tehát valószínű, hogy a Koloska völgyig fogok leereszkedni, és a mai túrám több mint valószínű, hogy a Koloska völgyben fog véget érni a mai kis túrám, ami valójában nem is lesz már olyan kis túra, ha így jobban belegondolok, mert tényleg nem lesz kis túra, mire megérkezek a Koloska völgybe. Igaz, a Koloska völgy ide nincs olyan nagyon messze, mert tényleg nincs ide nagyon messze a Koloska völgy, és ez a piros sáv túraútvonal érinti is a Koloska völgyet, sőt, végig is halad a Koloska völgyön ez a piros sáv túraútvonal, mert tényleg végig halad a Koloska völgyön, ahol most is éppen sétálok, mármint a piros sávon, és akkor mindjárt meg is mutatom a piros sáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzését. Ezt így mindjárt meg is tudom nektek mutatni, a piros sáv túraútvonalnak a jelzését, hiszen itt van, íme, lássátok, itt látható a piros sáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, és ezen a piros sáv túraútvonalon szépen vissza lehet sétálni egészen Balatonfüredig, illetve ezen a zöld sáv túraútvonalon is vissza lehet sétálni Balatonfüredig. Amúgy erről a zöld sáv túraútvonalról konkrétan azt kell tudni, hogy ez elindul Balatonfüredről, a vasútállomásról, és tart egészen Aszófőig, a vasútállomásig, de közben érinti Hidegkút és Balatonszőlős településeket is, ez a bizonyos zöldsáv túraútvonal, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható. Míg ez a pirossáv túraútvonal, ugye, a Balatonfüredről indul a hajóállomásról, és tart egészen a Noszlopi Gáspár kilátóig, ez a bizonyos piros sáv túraútvonal, itt Balatonfüred környékén. És akkor én a továbbiakban
ezen a piros sáv túraútvonalon fogok haladni, itt Balatonfüred környékén. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor szépen haladok tovább arrafelé. Tehát folytatom tovább az én kis túrámat. Tulajdonképpen azt a túrámat folytatom tovább konkrétan, amit én ugye az ezt megelőző videóimban kezdtem el. De ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! És akkor szépen haladok tovább itt a piros sáv túraútvonalon. Természetesen még mindig Balatonfüred környékén vagyok, mert tényleg itt vagyok még mindig Balatonfüred környékén. Hát ezen a mai napon nem is nagyon tágítottam el innen Balatonfüred környékéről, mert tényleg nem nagyon tágítottam el ezen a mai napon innen Balatonfüred környékéről, hiszen ezen a mai napon egész nap mondhatni, hogy itt Balatonfüred környékén túráztam különböző túraútvonalakon. De nézzétek meg a ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És akkor szépen haladok tovább itt a piros sáv túraútvonalon. Tehát folytatom tovább a én kis túrámat itt a piros sávon. Remélem, hogy a továbbiakban is velem fogtok tartani. Legalábbis én remélem, hogy a továbbiakban is velem tartotok ebben a mai kis túrámban, amit itt Balatonfüred környékén viszek végbe, mert tényleg itt Balatonfüred környékén vittem végbe a mai kis túrámat, mert nem is nagyon tágítottam el innen Balatonfüred környékéről. Szinte egész állónap itt Balatonfüred környékén túrázok ezen a vasárnapi napon. És szerintem a mai kis túrám az majd a Koloskavölgyben fog véget érni. Tehát elsétálok a Koloskavölgyig, és a mai kis túrám szerintem ott fog majd véget érni a Koloskavölgyben. Hát az még legalább egy óra hossza, mire oda eljutok. Tehát az még legalább egy óra hossza, mire eljutok a Koloskavölgyig. Úgyhogy van még vissza egy pár kilométer odáig. És akkor még a Koloskavölgytől vissza is kell gyalogoljak, ugye, Balatonfüredig, ugye, ahol buszra tudok majd ülni, és szépen vissza tudok menni busszal Veszprém városába. És akkor haladok tovább itt a piros sáv túraútvonalon, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! Amúgy tavaly jártam itt utoljára, mert tényleg tavaly jártam itt utoljára, azóta se jártam erre, tavaly óta, mert tényleg tavaly jártam itt utoljára ezen a részen, ahol most éppen sétálok. Mert tényleg tavaly volt az, amikor utoljára itt jártam. Azóta se voltam erre. És akkor szépen haladok tovább itt a piros sáv túraútvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. Akkor folytatom tovább a én kis túrámat. És valójában most már visszafelé gyalogolok. Tehát már visszafelé, Balatonfüred felé gyalogolok. Konkrétan, mert tényleg már visszafelé gyalogolok, mert ugye itt szépen vissza fogok jutni egészen Balatonfüredig, ha a piros sáv túraútvonalon maradok, sőt, hogyha a zöldön maradnánk, akkor is visszajutnánk Balatonfüredig, tehát mindenképp visszajutok Balatonfüredig ezen a mai napon, tehát mindenképp vissza fogok sétálni Balatonfüredig, mert muszáj vagyok visszasétálni odáig, hiszen onnan van csak busz vissza Veszprém városába. És akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Hát folytatom tovább a én kis túrámat itt Balatonfüred környékén.
és ezúttal már itt vagyok a piros sáv túra útvonalon, tehát itt már valójában a piros sáv túra útvonalon sétálok, illetve a zöld sávon, ma az is erre halad. Tehát a piros sáv túra útvonal és a zöld sáv túra útvonal is konkrétan erre felé halad. Közben szemből jönnek kutyasétáltatók, ha jól látom. Ja, szemből jönnek kutyasétáltatók. Még mondjuk elég távol vannak, de szemből kutyasétáltatók jönnek. Hát mert jó idő van végül is, mert tényleg baromi jó idő van. Egyáltalán nincsen hideg, mert tényleg nincsen hideg. Tök jó idő van. Ez az igazi túrázós, kirándulós időjárás van, mert tényleg ez az igazi túrázós, kirándulós időjárás van ezen a vasárnapi napon. Ezért is mertem bevállalni ezt a mai kis túrát, ami valójában már nem is olyan kis túra lesz, ha így jobban belegondolok. Tehát ez valójában már nem olyan kis túra lesz, ha én ebben már jobban belegondolok. Mert tényleg már nem egy kis túra lesz, mire visszaérek majd Balatonfüredre. Hisz ugye ezt a mai túrámat konkrétan ugye Balatonfüredről indítottam a újtelepi templomromtól. Tehát onnan indítottam a mai kis túrámat, Balatonfüredről az újtelepi templomromtól, és szépen Balatonfüredre fogok visszasétálni ezen a vasárnapi napon. Igaz, hogy ebből ti csak azt fogjátok látni, hogy a Koloska völgyig fogok visszamenni, és majd onnantól kezdve majd már nem lesz videózás a Koloska völgytől kezdve, de a Koloska völgyig még mindenképp rögzítek. Tehát a Koloska völgyig még mindenképp rögzítek videót, de a Koloska völgytől befelé, Füred felé már szerintem nem fogok videózni, hanem szépen haladok majd visszafelé, a busz felé, vagyis a Balatonarácsi busz megálló felé konkrétan, mert ugye a Balatonarácsi busz megállóba kell majd visszagyalogoljak, ugye a Koloska völgytől, hiszen onnan van busz vissza Veszprém városába, és akkor szépen haladok tovább itt a piros sáv túraútvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. Akkor szépen haladok tovább itt a piroson. Ugye a sárga sáv túraútvonalat már magam mögött hagytam, mert tényleg magam mögött hagytam a sárga sáv túraútvonalat, hisz a sárga sáv túraútvonal véget ért a Noszlopi Gáspár kilátónál, mert ott ért véget a sárga sáv túraútvonal a Noszlopi Gáspár kilátónál, és ugye ahol véget ért a sárga sáv túraútvonal, ott kezdődött el a piros sáv túraútvonal, amin most is éppen sétálok. Mert ugye most jelen esetben a piros sáv túraútvonalon sétálok, itt Balatonfüred környékén. Akkor szépen haladok is tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát folytatom tovább a én kis túrámat itt Balatonfüred környékén. Hát valójában ezen a vasárnapi napon egész nap itt Balatonfüred környékén túráztam. Tehát ez tény és való, hogy ezen a vasárnapi napon szinte egész álló nap itt Balatonfüred környékén túráztam. És akkor haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. És itt megjön egy erdei útkereszteződés. Tehát itt jön egy erdei útkereszteződés. Láthassátok, hogy itt minden irányba el lehet jutni. Például arrafelé is el lehet jutni. Tehát arrafelé is el lehet jutni, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Mert arrafelé is el lehet jutni. És akkor mutatom, hogy én melyik irányból jövök. Én konkrétan ugye abból az irányból jövök. Arrafelé van a Noszlopi Gáspár kilátó.
illetve Hidegkút is konkrétan arra felé van, és én abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, tehát Nosztopi Gáspár kilátó, Hidegkút az konkrétan arra felé van, én abból az irányból jövök, természetesen arra felé is halad egy út, mert arra felé is halad egy út, illetve halad egy másik út erre felé is, tehát ebbe az irányba is halad egy másik út, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor szépen maradok tovább itt a piros sávon, ami viszont erre felé halad. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor mindjárt meg is mutatom a piros sáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzését. Hát íme, itt látható a piros sáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, és én a további abban is ezen a piros sáv túraútvonalon fogok haladni, aminek itt látszik a tök egyértelmű jelzése, illetve itt látható a zöld sáv túraútvonalnak is a teljesen egyértelmű jelzése. Erről a zöld sáv túraútvonalról konkrétan azt kell tudni, hogy ez elindul Balatonfüredről, a vasútállomásról, és tart egészen Aszófőig, a vasútállomásig, ez a bizonyos zöld sáv túraútvonal, de közben érinti Hidegkút és Balatonszőlős településeket is, még ez a piros sáv túraútvonal szintén Balatonfüredről indul, de a hajóállomásról, és tart egészen a Noszlopi Gáspár kilátóig, ez a bizonyos piros sáv túraútvonal, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható. És akkor én haladok tovább ezen a bizonyos piros sáv túraútvonalon, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor szépen haladok tovább itt a piroson, tehát folytatom tovább a én kis túrámat ezen a bizonyos piros sáv túraútvonalon, tehát folytatom tovább a mai kis túrámat, vasárnapi kis túrámat, ami már valójában nem is olyan kis túra, ha így jobban belegondolok, mert tényleg nem egy kis túra ez már. De amúgy egész szép távolságot teljesítettem idáig, mert nagyon szép távolságot teljesítettem idáig, és ugye most már visszafelé haladok Balatonfüred irányába, tehát már visszafelé haladok konkrétan, szépen haladok vissza folyamatosan Balatonfüred felé, és mivel hogy ez a videó már több mint fél órája megy, így hát lassacskán le is zárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a megtisztelő figyelmet, hogy itt voltatok velem ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, sértelmetlen gagyi videóban. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, tartsatok velem egy következő videóban is, és én a következő videóban konkrétan arrafelé fogom folytatni az én kis túrámat, tehát arrafelé fogok haladni a továbbiakban, de ez majd egy következő videó témája lesz, mivel hogy ennek a videónak itt és most vége lesz. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, tartsatok velem egy következő videóban is, addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Balatonfüred környékéről, a piros sávtúra útvonalról. Sziasztok!